Közös szerb és magyar siker, hogy a kerítés elterelte a bevándorlókat, erről beszélt Orbán Viktor a szabadkai kormányülésen. Pár ezer szavazat döntött a finn választáson, sokkal jobban szerepelt a vártnál a bevándorlás ellenes párt. Rekordot döntött az építőipar, másfélszeres a bővülés egy év alatt, a jobb fizetések egyre több szakembert hoznak haza. És elkészült a felújított Jobb lázadása, holnap este mutatja be az M5 az Oscarra jelölt filmet. Ez a Híradó fél nyolckor az M1-en, Németh Balázs vagyok, jó estét kívánok, kezdünk. Méghozzá a legfrissebbel néhány perce érkezett a hír, hogy tűz ütött ki a párizsi Notre-Dame székesegyházban. A tűzoltóság tájékoztatása szerint a lángok a világhírű épület felső részében pusztítanak, az épület felett hatalmas füstfelhő látható. Ez most az élő kép Párizsból, ott látszik a szajna, és mögötte pedig a hatalmas füst és a Notre-Dame-nak a sziluettje. Amint odaér a tudósítónk, azonnal kapcsoljuk és figyeljük, hogy mi történik Párizsban. Közös plenáris ülést tartott Szabadkán a magyar és a szerb kormány egy évtizeddel ezelőtt, ez még különlegességnek számított, de az utóbbi néhány évben már a szomszédos országok közül Szerbiával a legjobbak a kapcsolatok. Orbán Viktor közös sikernek nevezte, hogy a határkerítés eltérítette a bevándorlókat ebből az irányból. A miniszterelnök megerősítette, továbbra is azt szorgalmazza Magyarország, hogy Szerbia minél előbb az unió tagja legyen. Több ezer bevándorló naponta. Ez volt a balkáni útvonal átlaga 2016-ban a migrációs válság csúcsán. A földközi tenger felől érkező bevándorlók Szerbián és Magyarországon keresztül próbáltak eljutni Nyugat-Európába. Ezt az útvonalat a migránsok évekig folyamatos nyomás alatt tartották. Mostanra viszont, bár a Balkánon tavaly is 24 ezeren meneteltek át Nyugat-Európa felé, a migráns tömegek jelentős része másik utat választ. Szerbia és Magyarország ugyanis a migrációs válság kezdete óta partnerként lép fel a bevándorlás megállítása érdekében. Hazánk kerítést épített a déli határon, és havonta küld rendőrkontingenst a szomszédországba. Az egyenruhások a szerb rendőröknek a vonatok és vasútállomások, valamint a települések átvizsgálásában is segítenek. A szerb kormányfő hétfőn, miután egyeztetett a magyar miniszterelnökkel, arról beszélt, a 2015-ös migránsválság idején Szerbia is döntéshelyzetbe került, hiszen az illegális bevándorlók uniós országból érkeztek és uniós országba akartak tovább menni. Az EU úgy várta el a migráció megfékezését Szerbiától, hogy az ország nem tagja az Európai Uniónak. Szerbia erejéhez mérten megmutatta, hogyan lehet megvédeni a határokat. Az uniós partnereinknek pedig az ideérkező bevándorlókról minden információt biztosítottunk. Cserébe elvárjuk, hogy a megoldás érdekében az Európai Unió ne csak a tagországokkal üljön tárgyalóasztalhoz, hanem minden olyan országgal, amely érintett a migrációs krízisben, mondta a szerb miniszterelnök. Az, hogy a bevándorlók jelentős része ma már célba sem veszi Szerbiát és Magyarországot, a két ország közös érdeme. Orbán Viktor miniszterelnök így értékelte Szerbia és Magyarország bevándorlás politika terén mutatott együttműködését. A migrációs politika az egy közös siker politikája Szerbiának és Magyarországnak. A kormányfő kiállt Szerbia mielőbbi Európai Uniós csatlakozása mellett, majd emlékeztetett, Szerbia részéről nagyvonalú gesztus volt, hogy elfogadta a kerítés megépítését. Az intézkedéssel azonban déli szomszédunk is nyert. Az nem véletlenül van, hogy a migránsok elkerülik Szerbiát is. Hiszen nem érdemes Szerbiába jönni, ha nem tudnak tovább menni Magyarország felé. És nem érdemes Magyarországra jönni, hogyha fönnakad az ember a kerítésen. Úgyhogy egyáltalán nem véletlen, hogy a balkáni útvonal megváltozott, és ez a változás, ez jó Magyarországnak és jó Szerbiának is. Úgyhogy ezt én közös sikernek tekintem, egy bölcs, közös politikai belátáson alapuló sikernek, amely világossá tette, hogy ha az egyikünk megvédi a határt, akkor abból a másikunk is profitálni fog. Orbán Viktor hozzátette, ez egy kemény és határozott, de nem szívtelen migrációs politika. Magyarország ugyanis továbbra is erején felül támogatja a kibocsátó országokat azzal, hogy odaviszi a segítséget, ahol baj van, nem pedig a bajt hozza Európába. Magyarország egyértelmű érdeke, hogy Szerbia erős ország legyen, erről a külgazdasági és külügyminiszter beszélt a csúcstalálkozón. Szijjártó Péter közölte, a magyar kormány támogatja, hogy magyar vállalatok befektessenek a szomszédos országokban, így Szerbiában is.
10 milliárd forinttal tudjuk támogatni azokat a magyar vállalatokat, akik Szerbiában, illetve Bosznia és Hercegovinában beruházásokat kívánnak létrehozni. Emellett az Exim Bank egy 110 millió eurós hitelkeretet is jóvá hagyott a magyar beruházások, valamint a magyar-szerb kereskedelem támogatására. Emellett pedig a külgazdasági és külügyminisztériumnál létrejött egy 1,6 milliárd forintos alap, amelyből azt támogatjuk, hogy magyar vállalatok hajthassák végre szerb partnerekkel együtt természetesen a szerbiai infrastrukturális fejlesztéseket, legyen az útépítés, vagy vízrendszerek működtetésére vonatkozó modernizáció. Ritkán látható szoros eredményt hozott a finn parlamenti választás. A bevándorlás ellenes Finnek nevű párt túlszárnyalta az előzetes várakozásokat, így végül csak 0,2%-kal néhány ezer szavazattal maradt le a nagy esélyes szociáldemokraták mögött. Nagyot bukott közben az eddigi miniszterelnök Juhász Sipilä, aki a 2015-ös bevándorlási válság csúcsán még azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy egy vidéki házát szívesen kölcsönadta volna a menedékkérőknek. Nehéz lesz a koalíció alakítás, mert Finnországban sem akarnak a régi pártok együttműködni a szerintük szélsőséges bevándorlás ellenesekkel. Hangosan ünnepelték a választási győzelmet a finn szociáldemokraták vasárnap este, dacára annak, hogy a vártnál gyengébben szerepeltek. Ezt Antti Rinne pártelnök is elismerte, ugyanakkor a párt számára kétségkívül óriási eredmény, hogy 20 év után valószínűleg ismét ők adhatják a miniszterelnököt. Drága barátaim, itt az alkalom, hogy fenntartható szociális és gazdaságpolitika felé vezessük a finn társadalmat, egy élhetőbb jövő felé, mondta Antti Rinne az előzetes eredmények közzététele után. Kitörő örömmel fogadták a választási eredményt a finnek pártja központjában is. Minden okuk megvolt az ünneplésre, hiszen a párt hajszál híján az élen végzett, csak egy mandátummal maradtak el a győztestől. Jussi Halla-aho az igazi finnek nevű párt szakadása után építette újjá mozgalmát. Kampányában a bevándorlás visszaszorítására helyezte a hangsúlyt. Köszönöm ezt a hihetetlen munkát és kitartást, aminek segítségével túléltük a válságot. Nem kell szégyenkeznünk a kampány miatt, nagyszerű munkát végeztünk, mondta a választás éjszakáján a politikus. A párt szimpatizánsai külön örülnek annak, hogy vasárnap valamennyi jelölt közül Jussi Halla-aho kapta a legtöbb szavazatot. A pártelnök a választás előtti napokban arról beszélt az M1-nek, hogy a magyar kormány példamutatóan kezelte a migrációs válságot. Nagyon szimpatikusnak találom azt, amit Orbán Viktor tett Magyarországon. Világosan megmondta, hogy Magyarország miniszterelnökeként számára az a legfontosabb, hogy a magyar emberek érdekeit megvédje. Egy miniszterelnöknek pontosan így kell viselkednie, mondta a híradónak a finn politikus. A vasárnapi választás után nem lesz könnyű kormányt alakítani Finnországban. Általában három vagy több párt alkotja a kormányzó koalíciót, ám ezúttal a szavazatok minden korábbinál jobban szétszóródtak, és 100 év óta először egyetlen párt sem ért el 20% fölötti eredményt. Elemzők szerint ez nem egyedi jelenség. Az egy általánossá váló európai tendencia, hogy a hagyományos jobb és bal közép pártok hanyatlásnak indultak, nem csak Finnországban, hanem másutt is. Az európai parlamenti választások szemszögéből ez az eredmény jó kiindulási pont a finnek pártja számára, amely jelenleg az egyetlen uniókritikus párt az országban, magyarázta a Turkui Egyetem elemzője. A kormányalakítást az is megnehezíti, hogy a hagyományos középpártok nem értenek egyet abban, hogyan lehet fenntartani a szociális és egészségügyi rendszert. Éppen emiatt mondott le a választások előtt Juhász Sipilä miniszterelnök, akinek pártja vasárnap 20 éve leggyengébb eredményét érte el. Ráadásul a kormányalakítást nem lehet sokáig húzni, mivel közeleg az európai parlamenti választás, július 1-től pedig Finnország veszi át az Európai Unió soros elnöki tisztét. Folytatjuk skandináv tudósítónkkal, Cser Attilával, aki Helsinkiből jelentkezik. Tegnap a női jégkorong válogatott a finnektől VB döntőt játszott, úgyhogy még a választási műsort is csak fél szemmel figyelték a finnek, időnként a VB döntőre kapcsoltak át. Nyilván azóta azért már foglalkoznak a választással is, és vannak reakciók is. Jó estét kívánok! Természetesen némi kavarodást jelentett az, hogy a női csapat majdnem megnyerte itt a fővárosba ezt a világbajnokságot. Voltak, akik csalódottságoknak adtak hangot a közösségi médiába, de utána kellett javítaniuk, hogy a világbajnokságról beszéltek, nem pedig a választásról. Az is lényeges, hogy a választást analizálták egész nap,
és ahogy a tudósításban is elhangzott, a finnek pártja abszolút büszkén menetel és készül az Európa Parlamenti választásra. A szociáldemokraták kifejezték csalódottságukat, és az utóbbi évek nagyon-nagyon rossz eredményét érték el, hiszen 17%-ot meghaladó eredményük az egy nagyon gyenge szereplésnek számít. Beszéljünk még röviden a finnek nevű pártról, ugye amelyik korábban igazi finnek volt, aztán nevet változtatott, és azt tudjuk erről a pártról, láthattuk az elnök nyilatkozatát, hogy Orbán Viktor politikáját szimpatikusnak, követendőnek tartja, és azt is tudjuk, hogy ott voltak Salvini-nél néhány nappal ezelőtt, és csatlakoznak majd a nemzeteket előtérbe helyező európai parlamenti frakcióhoz. Ez pontosan így van, nem csak Salvini-nél voltak, hanem a Dán Néppártnál is, és az alternatíva Németországgal is együtt indulnak majd az európai parlamenti választásokon. Jussi Halau azt mondta egyébként, hogy azért szavaztak ránk az emberek, mert alternatíva vagyunk, és mindaddig szavazni fognak ránk, amíg alternatívát jelentünk a pártnak. Ez a mottója az, amivel az európai parlamenti választásokra és a kormányalakításra is adott esetben készül a finnek pártja. Attila, nagyon szépen köszönjük, és akkor a élő kapcsolás után egy másik, de most telefonon megyünk Párizsba, Vencel Katalinhoz, ahogy tehát a híradó elején hallhatták, kigyulladt a Notre Dame, egyelőre az okát még nem tudják, van élőképünk, azt is itt láthatták már, láthatják most is kis kockában, és akkor most hallgassuk Katalint, hogy mit lehet tudni a tűzről. Szervusz, jó estét kívánok! Egy sajnos valószínűleg a Franciaország nagy része most élőben nézi azt, ahogy ha nem is leég, de gyakorlatilag az egész tetőszerkezete már elégett a Franciaország egyik legnevezetesebb műemlékének, Székesegyháznak, több mint 800 éves Notre Dame-nak. 7 óra körül Párizs főpolgármestere jelezte a Twitteren, hogy 7 óra előtt 10 perccel meggyulladt a tetőszerkezetnek a felújítási része, amely fel van állványozva. Egyébként a múlt héten szállították el onnan a Huszártoronyról a szobrokat felújításra, 250 tonnás szobrokat, és most ott a tetőszerkezet gyulladt meg egyelőre ismeretlen okok miatt, nem tudják pontosan. Azt lehet tudni, hogy kiürítették magát a templomot, kiürítették a környéket, és ezekben a pillanatokban érkeznek a helyszínre a tűzoltók, már 4 hatalmas létrát, a létrákon liftekkel, ezeket felemelték, és a létrákon liftekkel próbálják majd megközelíteni a tetőszerkezetet, de hát látszik a televíziókban, hogy most már a torony is teljesen ég, és elindultak a belügyi szervek is, a belügyminiszter is a helyszínre. Azt tudni kell, hogy ez Párizsnak a központi részén van, teljesen a prefektúra épülete mellett nagyon sok hatósági szerv van ott, a turisták által látogatott latin negyed, nagyon sokan vannak a környéken, tehát az első szempont az, hogy most mindent kiürítsenek ott az utcákat is, a templomon túl is, azt nem tudjuk, hogy vannak egyébként sérültek, vagy halottak bent a templomban, csak annyi hír érkezett, hogy sikerült magát a templomot kiüríteni, de az látszik percről, hogy egyre inkább terjed a tetőszerkezeten végig a tűz, most már a tornyok felé is. Katrin, nem tudom, hogy te most látsz-e élőképet, mi most itt tudunk mutatni Budapesten élőképet, tehát amit most itt mellettem látnak a nézők, és amit az elmúlt másodpercekben láthattak, az az élőkép Párizsból több 10 méteres lángokkal ég, tehát a világ egyik leghíresebb épülete, és turisták, illetve párizsiak ezrei filmezik, nézik, és gondolom, hogy mindenki azért szorít, hogy a tűzoltók minél hamarabb végezzenek a munkával. Egyelőre tehát annyi az információ, hogy vélhetően a felújítási munkák miatt történhetett valamilyen baleset? Igen, azt lehet tudni, hogy a felállványozott rész, ott, ahol újítják fel a tetőszerkezetet, a felállványozott rész, maga az állványzat az, amelyik kigyulladt, és onnan terjed tovább a teljes tetőszerkezeten a tűz. Azt kell tudni, hogy a Notre Dame egy olyan helye Párizsnak, amely nagyon sok helyről látszik. Tehát én is az élőképeken látom, hogy nagyon sokan állnak a Szajnaparton, de mindenhonnan lehet hallani a városból, gyakorlatilag mindenhol látszik, ha az emberek kinéznek az ablakon, vagy akik fönt vannak a Montmartre-on. Tehát az egész városban látszik azt tényleg, hogy az egyik
legnevezetesebb történelmi hely, nagyon sok államfőt temettek itt, a királyoknak a nagyon fontos helye, gyakorlatilag része a francia történelmnek, és ahogy mondtam, ezt látják most élőben a franciák, hogy lángol Párizs közepén ez a történelmi helyszín. És aki Párizsban látogat, mindenképpen a Notre-Dame-ot is megnézte eddig. Megszakadt most az élőképünk, Katalin, keresünk még néhány perc múlva, addig megyünk tovább a híradóval. Elégedett a migránskártya programmal Franz Timmermans, az Európai Bizottság szóvivői, ugye már elmondták az elmúlt napokban, hogy ők nagyon sikeresnek tartják a programot, de kíváncsiak voltunk az alelnök véleményére is, annak fényében, hogy a Magyarországon letartóztatott terrorizmussal gyanúsított Hassan F. is kapott pénzt névtelen bankkártyára. Timmermans ma válaszolt az M1-nek, megdicsérte a magyar hatóságokat, hogy elfogták az Iszlám Állam feltételezett katonáját, aztán hosszan sorolta, hogy szerinte miért jó a kártyaprogram, és ő mennyire elégedett a rendszerrel. Egyetlen ember azonosítása és elfogása még nem jelenti azt, hogy az egész rendszer rosszul működne. Így reagált az Európai Bizottság alelnöke arra a kérdésre, hogyan tekinthetik sikeresnek a migránskártya programot, ha egy olyan terrorista vezér is kapott belőle, akit 20 ember kivégzésével gyanúsítanak. Hassan F-et a Magyar Terrorelhárítási Központ vette őrizetbe márciusban. A gyanú szerint az Iszlám Állam nevű terrorszervezet emírjeként irányított kivégzéseket. A szír férfi egy humanitárius program segítségével havonta nagyjából 500 euró, vagyis mintegy 150 ezer forint segélyt kapott olyan név nélküli bankkártyán keresztül, amelyet az ENSZ és az Európai Unió támogatásával bocsájtottak ki. A bizottság ennek ellenére elégedett a kártyaprogrammal. Franz Timmermans azt mondta, elismeréssel tartozik a magyar hatóságoknak, amiért azonosították és elfogták Hassan F-et, de ettől még nem lehet kétségbe vonni a kártyaprogram sikerességét. Elégedettek vagyunk a kártyaprogrammal, nem csak Görögországban, hanem Törökországban is, ahol ugyanez a rendszer működik. Azt hiszem, ez a megfelelő módja a valódi humanitárius segítségnyújtásnak, amely egyszerre segíti a rászorulókat, de nem teszi lehetővé, hogy visszaélhessenek a támogatásokkal. Igen, valóban súlyos eset történt, nagyszerű, hogy ezt a szemét elfogták, és ezért elismerésem a magyar hatóságoknak, de ez nem ássa alá a kártyaprogram sikerességét, fogalmazott az Európai Bizottság alelnöke. Az Európai Bizottság az elmúlt hetekben végig kitartott amellett, hogy a kártyaprogram sikeres, biztonságos és segít megelőzni a visszaéléseket. Az unió migrációs biztosa pedig nemrég azt is mondta, hogy csak az arra jogosult migránsok kaphatnak uniós támogatásokat. Ezt a támogatást olyan migránsok kapják, akik jogszerűen tartózkodnak itt. Ezt a pénzt nem az uniós állampolgároktól vesszük el, jelentette ki Dimitris Avramopoulos. A hivatalos adatok szerint csak idén márciusban 69 ezer Görögországban tartózkodó embernek utaltak így pénzt, összesen 2 milliárd 200 millió forintnak megfelelő eurót. Csak hogy a kártyatulajdonosoknak kevesebb, mint 6 oda jogosult menekült státuszra. A többiek ügyében vagy még mindig zajlik az eljárás, vagy kérelmüket már régen elutasították. A migránskártyaprogram 2017-ben indult. A Görögországban és Törökországban regisztrált bevándorlók kaphatnak ilyet, függetlenül attól, hogy elbírálták-e menedékkérelmüket vagy sem. A névtelen bankkártyákra utalt összeg forintra átszámítva 30 ezerről indul, egy nagyobb család pedig akár 180 ezer forintnyi összeghez is juthat így havonta. A terrorizmussal gyanúsított Hassan F-en kívül Görögországban eddig több mint 111 ezer ember jutott név nélküli bankkártyához az Unió és az ENSZ segítségével. Egyre aggasztóbb a líbiai helyzet, politikusok és titkos szolgálati források is arra figyelmeztetnek, hogy a hónap elején kirobbant polgárháború miatt tömegével indulhatnak el a menekültek és a bevándorlók az európai partok felé. A nemzetközi közösség által elismert líbiai miniszterelnök egy interjúban 800 ezer emberről beszélt, akik között szerint a bűnözők és az Iszlám Állam terroristái is ott vannak. Nem csillapodnak a harcok a líbiai főváros körül. Tripoli déli külvárosaiban egész hétvégén dörögtek a fegyverek. Az ENSZ által elismert kormányhoz hű erők és az ország keleti felét ellenőrző líbiai nemzeti hadsereg 11 napja tartó összecsapásaiban eddig több mint 120-an haltak meg. Az egészségügyi világszervezet adatai szerint több százra tehető a sebesültek száma is.
Az összecsapások már a lakott területeket, a civileket sem kímélik. Ezt a házat rakétatalálat érte hétfőn. Csodával határos módon a támadásnak nincsenek áldozatai, a lakásokban azonban komoly károk keletkeztek. A harcok miatt több mint 10 000 ember hagyta el otthonát. Sokan közülük a szomszédos Tunéziába tartanak. A polgárháborús helyzet azonban azzal a veszéllyel is fenyeget, hogy ismét tömegesen indulnak Európába az illegális bevándorlók. A líbiai parti őrség hosszú ideig eredményesen vette fel a harcot az embercsempészekkel. Lapértesülések szerint azonban az olasz hírszerzés a hétvégén arról tájékoztatta a római kormányt, hogy a harcok miatt rövidesen 6 000 migráns próbálhat meg Olaszországba jutni. A hír kapcsán az olasz belügyminiszter bejelentette, hogy tovább szigorította a kikötők és repterek őrzését. Matteo Salvini szerint mindenkit befogadnak, aki jogosult belépni, ám az ország már régen meghaladta a lehetőségeit. Csak hogy könnyen lehet, hogy az olasz titkosszolgálatok jelentősen alábecsülték az illegális bevándorlók számát. A líbiai kormányfő a Corriere della Sera című olasz lapnak hétfőn azt mondta, hogy a konfliktus miatt hamarosan 800 000 migráns indulhat Olaszország felé. Fájez Sarrac szerint a tömeggel bűnözők és az iszlám állammal kapcsolatban álló dzsihadisták is megkísérelnek Európába jutni. Az illegális bevándorlási helyzet azonban már a líbiai konfliktus nélkül is meglehetősen feszült. A német hatóságok februárban jelentették be, hogy nem csökken a földközi-tengeri migrációs nyomás. Ezt az is jól mutatja, hogy a megnövekedett kereslet miatt egyre több pénzt kérnek az embercsempészek. Már több mint 3 000 euróba kerül egy migráns áthajózása. Akik ezt az összeget nem tudják kifizetni, Algérián és Marokkon keresztül próbálnak Spanyolországba átkelni. Emellett egyre több illegális bevándorló akar Görögországon keresztül nyugatra jutni. Nem véletlen, hogy a múlt héten több ország is úgy döntött, további 6 hónappal meghosszabbítja a 2015 őszén elrendelt ideiglenes határellenőrzést. Németország pénteken tájékoztatta erről az Európai Bizottságot. Hasonló lépéseket jelentett be Dánia és Ausztria is. Mindhárom állam az illegális migrációval indokolta az intézkedéseket. Pirossal most is láthatják kiírva, hogy kigyulladt a Notre Dame Párizsban. Azért nem mutatok most élő képeket, mert hogy egyetlen hírügynökség sem küld most élő felvételeket. Amint jönnek, azonnal láthatják, vagy kiskockában a képernyő alján, vagy azonnal kapcsoljuk párizsi tudósítónkat. Magyarország nem akar no-go zónákat, bandaháborúkat, növekvő bűnözést és terrorveszélyt, ezt üzente Szijjártó Péter a baloldali svéd miniszterelnöknek, aki egy interjúban ismét a magyar kormány bevándorlás politikáját bírálta. Stefan Löfven újra felvetette, hogy pénzt kellene elvonni azoktól a tagállamoktól, amelyek nem fogadnak be bevándorlókat. A kormánypártok szerint a bevándorlás pártiak ma már nyíltan fenyegetik a bevándorlás elleneseket. Nem tartható tovább, hogy Magyarország kezeli a migrációt, így fogalmazott a bevándorláspárti svéd miniszterelnök egy vasárnapi interjúban, amelyet egy liberális helyi lapnak adott. A téma a migráció és a magyar kormány ehhez való viszonya volt. A szociáldemokrata Stefan Löfven szerint pénzügyi következményekkel kell járnia, hogy Magyarország nem hajlandó befogadni migránsokat. A svéd kormányfő úgy fogalmazott, szerinte elfogadhatatlan, hogy az a tagállam, amely az egyik legtöbb uniós forrásban részesül az EU-tól, azt mondja, hogy nem vállal felelősséget a migráció ügyében. Stefan Löfven így azt akarja elérni, hogy a következő EU-s költségvetésben, azaz 2021-től Magyarország ne kapjon annyi pénzt, mint az elmúlt 7 évben. A svéd miniszterelnök közismerten bevándorláspárti politikus, aki Magyarországra is rá akarja kényszeríteni az illegális bevándorlókat, így reagált Stefan Löfven nyilatkozatára a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter hangsúlyozta, Magyarország valódi felelősséget vállal, hiszen a magyar kerítések védik Európa nyugati és északi részét is. Az uniós források pedig nem könyöradományok, hanem az uniós megállapodások alapján járnak Magyarországnak, amiért megnyitottuk a piacainkat a nyugat-európai vállalatok előtt. A tárcavezető hangsúlyozta, az EP választás tétje, hogy olyan politikusok kerüljenek az Európai Parlamentbe, akik biztonságot akarnak Európában, és nem betelepítési kvótát, no-go zónákat, bandaháborúkat és terrorveszélyt. Eljutottunk oda, hogy a bevándorlás pártiak nyíltan fenyegetik a bevándorlás elleneseket,
Ez elfogadhatatlan. A kormánypártok szerint elfogadhatatlan, hogy a bevándorlás pártiak nyíltan fenyegetik a bevándorlás elleneseket. Nacsa Lőrinc, a KDNP frakció szóvivője hozzátette, a bevándorlás pártiak rá akarják kényszeríteni saját akaratukat minden európai nemzetre és országra. Rá akarják kényszeríteni a kötelező kvótát, a migránsok elosztását és a gazdasági migráció legalizálását Európa minden állampolgárára. Ha a májusi európai parlamenti választáson ezek a bevándorláspárti erők kerülnek többségbe, akkor ne legyen kétségünk afelől, hogy végre fogják hajtani ezeket a terveket. Nacsa Lőrinc hozzátette, a magyar emberek már számos alkalommal kinyilvánították az akaratukat, és egyértelművé tették, nem akarják, hogy Magyarország bevándorló országgá váljon. Ezért a Fidesz-KDNP és Orbán Viktor miniszterelnök programjának egyik legfontosabb pontja, hogy egyetlen ország se legyen kötelezhető akarata ellenére migránsok befogadására. Itt az élőkép oldalt lent láthatják, továbbra is hatalmas lángokkal ég, tehát Párizsban a Notre Dame. A szerb-magyar kormányülés után Szabadkán tartotta első EP kampánygyűlését Orbán Viktor. A miniszterelnök szimbolikusnak nevezte a helyszínt. Idén először, ugyanis a magyarországi lakcímmel nem rendelkező, nem uniós országban élő magyarok, tehát például a délvidéki magyarok is részt vehetnek az EP választáson. Hatalmas taps és teltház fogadta Orbán Viktor miniszterelnököt a Szabadkai Városházán. A Vajdasági Magyar Szövetség mindannyian címmel a Fidesz-KDNP európai parlamenti listája mellett indított kampányt. A legnagyobb délvidéki magyar pártelnöke a kampányító rendezvényen arról beszélt, az elmúlt években Magyarország olyan anyaországgá vált, amely minden fórumon a legerősebb országokkal szemben is képes kiállni a külhoni magyarokért. A Vajdasági Magyar Szövetség ezért májusban is kiáll a Fidesz-KDNP mellett. Meggyőződésünk szerint ez a mostani pillanat, az előttünk álló európai parlamenti választás pillanata egy olyan pillanat, amikor a különbségek nem fontosak. Az a fontos, hogy összpontosítsuk az ereinket, az erőnket, és egy nagyon erőteljes magyar jelenlétet biztosítsunk az európai parlamentben. Ez a közös nemzeti érdek. Miért érdekünk ez? Azért, mert azon a politikai mezőn, abban a politikai közegben kell kiharcolnunk azt a pozíciót, ami a magyar nemzet fölemelkedését tudja biztosítani az elkövetkező években. Ezt a képviseletet csak a kormánypártok biztosíthatják Brüsszelben. Erről már Orbán Viktor miniszterelnök beszélt a kampánynyitón. A kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogyha a Kárpát-medence magyarsága az uniós választáson is megragadja a lehetőséget, akkor a következő 3-4 évben akár 8-10 év munkáját is el lehet végezni a térségben. Menjenek el választani, támogassanak bennünket. Szívesen mondanám, hogy válasszanak a több jó lehetőség közül, de sajnos ezt nem mondhatom. Nem szeretném önöket becsapni. Az igazság az, hogy ez nem lesz mindig így, nem is volt mindig így, de ebben a pillanatban a hazát kellő súllyal és komolysággal nemzetközi szintéren képviselni, Brüsszelben a magyarokért kiállni, és az ország számára biztos vezetést nyújtani, ebben a pillanatban csak a mi politikai közösségünk, a Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt Szövetsége alkalmas. Orbán Viktor a Szabadkán tartott kampányítót szimbolikusnak nevezte, és hozzátette, a magyarság összetartozása nem csak történelmi tény, hanem feladat is a jövőre nézve. A Fidesz eddig több mint 600 ezer támogató aláírás gyűjtött össze Orbán Viktor 7 pontos programja mellett, amely a bevándorlás megállításáról szól. Dunai Mónika Budapest 17. kerületében arról beszélt, hogy az elmúlt bő egy hétben sok ezer rákos menti állt ki amellett, hogy Magyarország továbbra is maradjon biztonságos, Magyarország magyar ország maradjon, Európa pedig maradjon az európaiaké. Abban bízunk, hogy május 26-án az Európa Parlamenti választáson olyan vezetőket fognak nem csak Magyarországon, hanem egész Európában választani, akik meg tudják őrizni Európa biztonságát, akik meg tudják őrizni az európai emberek biztonságát, kereszténységünket, kultúránkat és hagyományainkat. Gyurcsány Ferencék neki mentek a magyar embereknek, amiért a magyarok nem akarnak bevándorlókat, így reagált a Fidesz, a Demokratikus Koalíció tegnapi EP kampánynyitó rendezvényére. Gyurcsány Ferenc tegnap miközben gazembernek nevezte a kormányt, azt is mondta, hogy szerinte 5-ből 4 magyar becsukta a szemét,
szívét, és nem engedi be a messziről menekült nehéz sorsú embereket. A Fidesz szerint a DK szembe megy a magyarok akaratával, és át akarja erőltetni Brüsszel bevándorláspárti programját. Van egy tervem! A DK terve az Európai Egyesült Államok létrehozása. Dobrev Klára, a párt európai parlamenti listavezetője szerint Magyarországot Brüsszelnek kell megmentenie a magyar kormánytól, hazánknak pedig sokkal szorosabbra kell fűznie kapcsolatát az Unióval. Ezt a tervet úgy hívják Európai Egyesült Államok. Erről beszél a Demokratikus Koalíció most már évek óta. Férje, a Demokratikus Koalíció elnöke pedig ismét nem mulasztott el szót emelni a bevándorlás mellett. 5 évvel ezelőtt mi magyarok nem féltünk jobban a menekültektől, mint az európai nemzetek átlaga. Gyurcsány Ferenc szerint Magyarország túl keményen bánik a migránsokkal, a magyar embereket pedig azért kritizálta, mert úgy vélte, hogy már sokkal kevésbé befogadóak, mint 5 évvel ezelőtt. 5-ből 4 magyar becsukja az ajtót, becsukja a határt, becsukja a szemét, becsukja a szívét, becsukja a lelkét. Ha egy messzi földről menekült, nehézsúlyos emberrel találja magát szemben, és nyújtja a támogatást a kormánynak, hogy lezárni a határt, lezárni a világot, bezárkózni, ezeknek pedig utat mutatni. Felháborító, hogy Gyurcsányék neki mentek a magyar embereknek, amiért a magyarok nem akarnak migránsokat. A Fidesz szerint az eddig sem volt titok, hogy Gyurcsány Ferenc és pártja elkötelezetten bevándorláspárti. Az viszont felháborító, hogy Gyurcsány Ferenc most már azért szídja a magyar embereket, amiért elutasítják az illegális bevándorlást. Gyurcsány Ferenc a tegnapi beszédében a magyar embereket szitta, amiért azok elsöprő többségben elutasítják a bevándorlást, és nem akarnak betelepítéseket Magyarországon. Odáig ment, hogy a magyarokat lehordta, amiért azok kiállnak az ország biztonsága mellett és a határvédelem mellett. A DK ezzel teljesen nyíltan szembe megy a magyar emberek akaratával. A Nagyobbik kormánypárt nevében Hídvégi Balázs úgy fogalmazott, Gyurcsány Ferencék rá akarják erőltetni Magyarországra Brüsszel és a Soros Birodalom teljes bevándorláspárti programját. Erről szól az Európai Egyesült Államok terve, amellyel azonban veszélybe sodornák Magyarországot. Vissza Párizsba, Vencel Katalinhoz, ahol tehát lángol a Notre Dame, a világ egyik leghíresebb épülete, és bizony az élő képekkel már úgy látszik, Katalin, hogy beomlott a tető. Szervusz, jó estét kívánok! Igen, gyakorlatilag az idővel versenyeznek a tűzoltók, a Huszár torony az teljesen leomlott, és a harangtornyot is elérte most már a tűz, a tetőszerkezet az, amely kigyulladt, és egyelőre nem is tudják megközelíteni, már megpróbálták a tűzoltók megközelíteni a tűzfészkét, 4 nagy létrával a létrára szerelt liftekkel próbálnak fölmenni, de egyelőre még a vízágyú sem éri el a tüzet, ugye 90, majdnem 100 méter magasan van, vagy volt legalábbis a Notre Dame-nak a teteje. Nagyon nagy területen kiürítették a környéket, ugye nagyon nehezen tudják maguk a tűzoltóautók is, meg folyamatosan érkeznek megközelíteni a tornyot. Az látszik egyelőre, hogy a tűz egyre inkább terjed, és egyelőre még nem lehet azt mondani, hogy elkezdődött volna egyáltalán az oltás, annak ellenére, hogy ott vannak a tűzoltók. Már előre óriási kárról beszélnek a francia hatóságok, arról, hogy az egyik legismertebb és a legrégebbi 13 millió ember által évente látogatott műemléke Franciaországnak gyakorlatilag az élőképeken keresztül lehet, hogy le fog égni teljesen. Amit lehet, a belső műkincseket megpróbálták időközben biztonságos helyre szállítani, erről érkeztek hírek, és arról, hogy a belügyminiszter, igazságügyminiszter mindenki a helyszínre próbál eljutni. Egyelőre nem tudjuk, hogy mi a tűznek a pontos oka, azt tudjuk, hogy a felújítás körül, ahol az állványzat volt a tetőszerkezeten, onnan indulhatott el a tűz. Én is azt néztem az élőképeken itt félszemmel a híradó közben, most már van több helyről is, több állásból is lehet látni a tüzet, hogy tűzoltók nincsenek a képen, az élőképen, akkor az lehet a probléma, amit te is mondta, hogy még megközelíteni sem tudják. Igen, hogy a magát, a vízágyút már elnyitották, de nem éri el, nem olyan magas a vízágyú, hogy fölérne, ugye 90,
3 méter magasan van a tető, és azért a felső tornyok azok teljesen elég, és a tornyoknak a belső szerkezete, a tető szerkezete az teljesen összeomlott, és ahogy omlik össze, már tudják előre, hogy mi várható tovább, és hogy ez fog óriási károkat okozni. Egyelőre ennyi hírt tudunk, de azt lehet mondani, hogy ezek is beszélések, mert gyakorlatilag csak távoli kamerákról tudják filmezni. Nyilván ezt veszi át a világ összes televízió az élőképeket. Az első politikai következmény az, hogy Emmanuel Macron most tartott volna hosszú idő után egy élő televíziós beszédet a sárga melényes tüntetők követeléseiről, ezt most egy meghatározatlan időre természetesen elhalasztotta. Így van, 8-kor kezdődött volna a beszéd, de nem sokkal ezelőtt jelentették, hogy elmarad az államfő beszéde. Katalin, egyelőre köszönjük, megyünk a híradóval, keresünk még. A DK szerint szükség van arra, hogy a pártok informatikai szakemberei folyamatosan ellenőrizzék a választási számítógépes rendszert. Dobrev Klára, EP listavezető azt mondta a Nemzeti Választási Irodának, ezt lehetővé kell tennie. Követeljük, hogy a Nemzeti Választási Iroda tegye lehetővé, hogy minden párt kijelölhessen egy informatikai szakembert, aki nem csak előzetesen, hanem a választások napján folyamatosan ellenőrizni tudja a választási szoftver működését ott az MVI épületébe. Az MSZP és a Párbeszéd képviselői a magyar választók és Európa jövőjét szem előtt tartva legjobb szakmai tudásuk szerint dolgoztak az Európai Parlamentben az elmúlt 5 évben, így értékelte saját munkájukat Újhely István, illetve Jávor Benedek. Azt mondta Újhely István, hogy számukra az a legfontosabb, hogy a gyűlölet politikával és a Brüsszel elleni hadjárattal szemben megmutassák, hogy vannak olyan hazafiak, akik képviselni tudják Magyarország európai arcát. Következő 5 évben mind a ketten a szakmai tevékenységünk folytatására is készülünk. Szeretnénk emberi, békés, a haza szeretet jegyében megmutatkozó európai arcát adni, mutatni a magyarságnak az európai intézményekben. A Fidesz szerint a bevándorláspárti ellenzék totálisan szembe megy a magyar választókkal. Azt írták, hogy Újhely István és Jávor Benedek arról elfelejtett ma beszámolni, hogy az elmúlt 5 évben minden brüsszeli bevándorláspárti javaslatot megszavaztak, annak ellenére, hogy a magyar emberek többször egyértelművé tették, hogy nem támogatják a bevándorlást. Az LMP szerint a májusi EP választás tétje, hogy lesznek az Európai Parlamentben olyanok, akik a valódi magyar érdekeket képviselik. Demeter Márta Székesfehérváron mondta ezt, ahol most kezdték el a támogatói ajánlások gyűjtését. Az LMP társelnöke szerint el kell érni, hogy ne csökkenjenek a Magyarországnak járó uniós források. Az LMP az Európai Uniós források felhasználása kapcsán azért fog küzdeni az Európai Parlamentben, hogy a magyar emberek kapják ezeket a pénzeket, hogy a hazai kis és közepes vállalkozások kapják ezeket a pénzeket. Közben nekiment a kisebb ellenzéki pártoknak, köztük kiemelten az LMP-nek az MSZP és Újhely István azt mondta, hogy az EP választáson nem érdemes azokra a pártokra szavazni, amelyek nem érik el majd az 5%-ot, mert az ezekre leadott szavazatok Újhely István szerint valójában a Fideszt támogatják. Az LMP szerint ők megugorják az 5%-ot, mert Európában szükség van zöld politikusokra. Az LMP sajnos vagy nem sajnos, de egyszerűen objektív okokból, hogyha azt nézzük, nem fog tudni 5% felett teljesíteni, tehát nem fog tudni képviselőt delegálni az Európai Zöld frakcióba. Az LMP nem jut be az Európai Parlamentbe a szocialisták jelenlegi EP képviselője szerint. Újhely István úgy véli, az 5%-os küszöb alatti pártokra leadott szavazatok elvesznek. Ezt mérsékelték volna korábban a szocialisták egy közös ellenzéki lista létrehozásával. Ez a tervük azonban meghiúsult, miután a Párbeszéden kívül egyetlen ellenzéki párttal sem sikerült megállapodniuk. Az LMP számára is nyitva volt az együttműködés lehetősége, mint ahogy a többiek számára is, de másképp döntöttek. Innentől kezdve tudomásul kell venni, hogy mi, az MSZP és a Párbeszéd az egyetlen közös listát létrehozó két párt, a körénk csoportosuló civil szervezetekkel, mozgalmakkal, mi megpróbáljuk érvényesíteni az összes ellenzéki szavazónak az érdekét. A zöld pártiakat például Jávor Benedekkel szólítanák meg, aki a listájuk negyedik helyén szerepel. A Párbeszéd politikusa szerint ő hatékonyabban dolgozik, mint az LMP. Hogyha az LMP-nek nagyon fontos lett volna a zöld érdekek képviselete, akkor ezt megtehették volna az elmúlt 5 évben. Én ennek
mérsékelt jeleit láttam. Az LMP-ben ezt másképp látják. A párt országgyűlési képviselője úgy reagált, hogy szerintük folyamatosan nő a támogatottságuk. Csárdi Antal úgy fogalmazott, a hitelesség dönt majd a választáson. Jávor Benedek nincs befutó helyen a szocialista párt listáján. Egy, kettő. Ők mondtak ennél cifrábbakat is a parkolás kapcsán. Úgy én azt gondolom, hogy a választók el tudják dönteni, hogy melyik politikai közösség hiteles, például zöld kérdésekben. A Nézőpont Intézet márciusi felmérése szerint az LMP várhatóan egy képviselővel ott lehet az Európai Parlamentben. Az MSZP Párbeszéd Szövetség pedig két mandátumot szerezhet a májusi választáson. Eszerint Jávor Benedek nem jutna be az EP-be. Tovább bonyolódik az ellenzéki csata a fővárosban, ha még egyáltalán lehet bonyolítani. Emlékezhetnek, hogy április 6-án bejelentette az MSZP, a DK, a Momentum és a Párbeszéd, hogy hogyan osztották fel egymás között a fővárosi kerületeket, már az ellenzéki polgármester jelölteket is bejelentették. Ezek után bő egy héttel, ma reggel Karácsony Gergely felvetette, hogy mégis lehetne ellenzéki előválasztás a kerületekben is. Pár perccel később aztán ugyanebben az interjúban, mintha magának is ellentmondott volna Karácsony Gergely. Mindenkit várunk szeretettel, lesz az előválasztásnak egy második fordulója, nyitott vagyunk arra, hogy ez a kerületekben is, polgármesteri jelöltekre is igaz legyen, mindenre nyitottak vagyunk. Akár a kerületekben is lehetne előválasztásokat tartani, nem csak a baloldali főpolgármester jelöltek mérkőzhetnének meg. Erről beszélt Karácsony Gergely az ATV-ben. A jelenlegi zuglói polgármester mindezt alig több mint egy héttel azután mondta, hogy az MSZP, a Párbeszéd, a DK és a Momentum megállapodott a közös budapesti polgármester jelöltek személyéről. A Jobbikot és az LMP-t viszont kihagyták az összefogásból. Karácsony Gergely szerint ráadásul nem szívesen változtatna a már megnevezett jelölteken. Én nem szeretném, ha változna, de hogyha a politika, a közös érdek azt kívánja, hogy változzon, akkor ez nem teljesen kizárt, vannak még kerületek, ahol direkt nem neveztünk meg polgármester jelöltet. A koordináció az nem jelent egyet a sefteléssel. A seftelés az koordináció minusz program. Program nélküli egyeztetés a pozíciókról. Az LMP és a Jobbik által támogatott főpolgármester jelölt Puzsér Róbert korábban arról beszélt, hogy a baloldali pártok zsarolással és erőszakkal akarják megszerezni az elsőséget az ellenzéki térfélen. A baloldali pártok tárgyaló küldöttségei számára egyáltalán nem volt értelmezhető, egyáltalán nem érdekelte őket. Az LMP budapesti elnöke szerint azért is hirdettek a Jobbikkal és Puzsér Róberttel közös programot, mert több baloldali párt nem foglalkozott az elképzeléseikkel. Míg a baloldal a különböző politikai pozícióknak az osztogatásával van elfoglalva, és semmi mással nem törődnek. A Jobbikos Bencsik János pedig arról beszélt, hogy azért sem közösködnének a baloldali pártokkal, mert azok csak a saját politikai túlélésükkel törődnek. Az az iszap birkózás, az az iszap csata, ami megindult az ellenzéki térfélen, az biztosan nem az ő politikai pozícióikat fogja erősíteni. Az ellenzéki pártok közötti feszültség rontja az esélyeiket, erről beszélt az M1-en a Nézőpont Intézet elemzője. A harc, ami most megindult, pedig olyan jövőbeni pozíciókról szól, amelyekről viszont a választópolgárok fognak majd októberben dönteni, és innentől kezdve úgy gondolom, hogy rendkívül visszás, hogy igazából érdemi társadalmi támogatottsággal nem rendelkező szereplők próbálnak meg önkormányzati pozíciókat elosztani egymás között fél évvel az önkormányzati választásokat megelőzően úgy, hogy egyébként köztük egyetértés semmilyen szempontból nem mutatkozik jelen pillanatban. Tóth Erik hozzátette, jelenleg szinte minden ellenzéki párt az önkormányzati választásra koncentrál. Ez pedig szerinte beismerése annak, hogy nincsenek felkészülve az európai parlamenti választásra, és nem számítanak jó eredményre. A Jobbik szerint rendbe kell tenni az egészségügyet. Rig Lajos Zalaegerszegen azt mondta, hogy emelni kell a dolgozók fizetését, amely nem csak a munkavállalók megbecsülését jelenteni, hanem abban is segítene, hogy itthon maradjanak. Hogyha egészségügybe gondolkodunk, hogyha európai életszínvonalba gondolkodunk, hogyha európai egészségügybe gondolkodunk, akkor európai béreket is kell a dolgozóknak adni. Megint Párizs, rossz hír érkezett, összeomlott a Notre-Dame székesegyház központi tornya, ezt jelentették nemrég a hírügynökségek. Van egy szakértőnk a vonal túloldalán, Jambrik Rudolf nyugalmazott tűzoltóezredes. Jó estét kívánok! Mit tehetnek ilyenkor a kollégái ott Párizsban? Nagyon-nagyon elszomorítóak a felvételek, és még mindig nem látok én tűzoltókat, vagy legalább vízsugarakat, amivel el lehetne érni a lángokat. A helyzet az, hogy ilyen esetben ez egy ugye kiemelt létesítmény. Gondolom én, hogy a riasztás követően nagyon gyorsan perceken belül a helyszínen voltak,
és nem feltétlenül kívülről, hanem belülről folytatják a tűzoltását, illetve pont olyan helyekről álltak, amikor a egyállásból mutatja a Székesegyházat, és azt gondolom, hogy azért nagyon nagy erőket dolgoznak is a tűzoltók azóta is folyamatosan. De az elképzelhető, hogy bejutottak, és ilyen körülmények között bemernek menni a tűzoltó egységek? Természetesen, hiszen a fő csarnokig a mellékhajók és ezek útján a megközelítése teljesen természetes módon erre is ismételten és vagyis használható és is igénybe vehető. Talán most itt a kollégáim mondják, bár most arrébb ment a kamera, de az előbb lehetett látni az épület bal oldalán, hogy ott már vannak tűzoltók, és vízsugárral próbálják oltani a tűzet. Igen, most is ott van a képen, csak ugye ez egy webes kapcsolat onnan Párizsból, ezért nem mindig jó a képminőség. Én csak a 2014-es Andrássy úti tűzre emlékszem itt Budapesten, ami nyilván méreteit tekintve jóval kisebb ennél, de hát ott láthattuk, hogy milyen gyorsan tudnak terjedni a lángok, és mennyire nehéz ilyenkor a tűzoltók dolga. Igen, hát itt gyakorlatilag 5000, cirka 5000 négyzetméteren égett a palota épület tetőszerkezete, illetve az alatta lévő épület is, mint egy tűzszakasz. Valószínűleg a Székesegyháznak a tetője is egy ilyen alapterületű és ilyen megosztott térbe keletkezett tűzesetnek sajnos martaléka lett, most már látjuk a képen. Biztos vagyok benne, hogy az építés során elkövetett szabálytalanságok vezethettek ide, vagy bármilyen olyan esemény, ami előre nem számítható volt, és az oltását valószínűleg több oldalról, kívülről és belülről is támadják, vagy végzik a tűzoltó kollégák. Igen, azt mondja, hogy ön biztos benne, akkor én még egy kicsit félve kérdezem, hogy elképzelhető, hogy egy szikra a felújítás közben ekkora tragédiát okoz? Azt mondja, hogy igen. Természetesen olyan kemikáliákkal és anyagokkal dolgoznak a felújítás során a kivitelezők, amik általában azok tűzveszélyesek is. Itt a beépített állványzaton, illetve a tetőszerkezeten is nagyon gyorsan képes terjedni a tűzeset. Légtér van neki, utánpótlás, levegőutánpótlás szintén van neki, tehát az összes feltétel biztosított, hogy ez egyik valóban ekkora kiterjedési tűz legyen. Lehet, hogy butaságnak tűnik a következő kérdés így elsőre, de a tűzoltóknak ilyenkor munka közben egy ilyen épületben, egy 850 éves gótikus katedrálisban, amit az egész világ ismer, ők munka közben arra vigyázhatnak, hogy ami nem éget le, azt legalább megóvják, vagy itt most saját testépségükre figyelnek, és megpróbálják a lehető leghamarabb megfékezni a lángokat? Teljesen egyértelmű, és az összes tűzoltónak van egy ilyen szabályzat, ami szerint az értékeket is menteni kell. Egy ilyen jellegű létesítménynél ezek az értékek felbecsülhetetlen értéket képviselnek. Mindent megtesznek, gondolom, az ottani kollégák azért, hogy ezeket az értékeket, amik nem károsodtak a tűztől, közvetlenül megmentsék. Nem valószínű, és nem is hiszem el, hogy azért nem látnánk több száz tűzoltót ott a helyszínen, mert elbújtak, hanem valószínűleg az épület megközelíthetőbb, sokkal jobban megközelíthetőbb, és másik oldaláról támadják a tüzet. És ez néha látszik is a felvételen, hogy bizony a fehér füst az mindig azt jelenti, hogy ott víz érte a tüzet. És most már látszik, bocsánat, hogy innen jobb oldalról is egy tűzoltó radaronak a tetejéről egyértelmű, hogy megérkezett a víz. Meséljen, hogy milyen technikák léteznek, hogy lehet oltani ilyenkor? Hát 50-60 méter magas kinyúlású, általában 40 méteres, vagy ennél magasabb emelőkosarakról, gépezetes tolólétrákról terelik a sugarakat. Bent a létesítménybe található beépített tűzoltóberendezés. Gondolom azok is mind használatban vannak, és itt ami igazából probléma, az a felállítási helyeknek az elfoglalása. Rendkívül korlátozott akkor is, amikor nincs építkezés, vagy építés miatt lezárt terület, rendkívül korlátozott amúgy is a Notre Dame környéke ilyen szempontból. Egészen elképesztő, és akkor még egyszer, hogy ezeket a képeket nézni most tulajdonképpen az egész világ, mert a szemünk előtt ég porrá a világ egyik legismertebb, leghíresebb épülete. Jambrik úr, nagyon szépen köszönjük. Elképzelhető, hogy ma este hívjuk még, és a szakértelme miatt majd még kérdezek öntől. Köszönöm szépen.
Történelmi csúcsot döntött itthon az építőipar növekedése februárban, az egy évvel korábbi szinthez képest 48%-os a bővülés, ekkora éves ugrásra sohasem volt még példa, amióta mérik az adatokat. A kormány folytatja a kis és közepes hazai vállalkozások támogatását, hogy új gépeket tudjanak vásárolni, és ezzel csökkenjen a munkaerőhiány, és abban is egyre többen bíznak, hogy a fizetés emelések miatt több szakmunkás hazajön külföldről. Kívülről szigetelik, belülről vakkolják a falakat. Egy három tömbből álló társasház épül Egerben, várhatóan nyár végére készül el. Összesen 66 lakást alakítottak ki az otthonteremtési kedvezmény követelményei alapján. Nagyon sok érdeklődő fiatal házaspár jön. Mi a tervezés időszakában kimondottan figyeltünk arra, hogy úgy a lakások alapterületében, mint a szobaszámban, ehhez a sok által támasztott követelményrendszerhez megfeleljen. Szerkezetkész ez a 150 négyzetméteres csarnok a Borsoda-Bolyzemplén megyei Tarcalon. Ezt is még idén átadják. Egy borászati feldolgozó épül. Ennek a kezdési időpontja kora tavasz volt. A befejezés valószínűség ez év végére, ha minden úgy sikerül. Dübörög az építőipar, februárban a növekedés történelmi csúcsot döntött. A Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint 48%-kal bővült az ágazat az előző év ugyanezen időszakához képest. A korábbinál jóval több lakást és irodát építettek, de az út- és vasútépítések is kiemelkedően járultak hozzá a rekord teljesítményhez. Szakértők szerint ez a lendület évvégéig biztosan kitart, sőt a kormány családpolitikai csomagja miatt további növekedéssel számolnak. Jelenleg egy 40 ezer lakás van kivitelezés alatt, és azt gondoljuk, hogy ebből 22 ezeret az idén át is adunk. Az év második felében pedig arra számítunk, hogy a csok kifejti hatását, tehát a lakásépítés, lakásfelújítás területén továbbra is komoly megrendelések lehetnek, az egyéb szektorban pedig az állami megrendelések továbbra is dominálni fognak. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára azt mondta, a számokból az derül ki, hogy kiválóan működik a kormány építőipari stratégiája. A családok támogatása mellett a vállalkozások segítése a cél, hogy csökkenjen a munkaerő hiány, a fizetés emelések miatt pedig egyre több szakmunkást érjen haza külföldről. Az első fontos dolog, hogy a lakások megépüljenek, és a családok meg tudják valósítani az otthonteremtési elképzeléseiket. A másik fontos dolog, hogy érzékeljük azt, hogy épül körülöttünk az ország, és megújul, és 2030-ig megújul az ország. A harmadik pedig, hogy minél nagyobb arányban magyarok építsék az országot, tehát a bér és a profit is magyar maradjon. György László kiemelte, a tavalyi 16 milliárd után a hazai kis és közepes építőipari vállalkozások idén technológia korszerűsítésre újabb 6 milliárd forintra pályázhatnak. Egy gyors kapcsolás az M5-re, mindjárt kezdődik a híradó Morvai Noémivel. Jó estét! Szervusz Balázs, jó estét kívánok! Bunkofonttól az okostelefonig stábunk egy mobiltelefon kiállításon járt, de beszámolunk a Fortepán digitális fotóarchívum kiállításáról is, ahol közös történetünk 100 évét kalandozhatjuk át. És természetesen születésnapja alkalmából mi is felköszöntöttük a nemzet színészét, Bodrogi Gyulát. Ez itt a Kérdés című háttérműsorunk, a mai napon többek között arra keresi majd a választ, hogy a tradíciókon nyugvó hagyományos kínai orvoslás és a modern tudományos ismeretekre épülő nyugati orvoslás vajon képes-e együttműködni. Az adás vendégei dr. Őri Ajándok házi orvos, dr. Jufunián és dr. Oravec Márk hagyományos kínai orvosok és dr. Kirchner Róbert lesznek. Várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Köszönöm. Köszönjük szépen. Sport, B. Németh Péter, és ugye a Giroról lesz szó, láttad te is, hogy mi történt a Notre-Dame-mal, azon gondolkoztam, hogy gyerekkorom kedvenc élménye volt, amikor a Tour de France a Champs-Élysées-en ért véget, és végig lehetett akkor is nézni, hogy milyen látványosságok vannak Párizsban. Óriási a Notre-Dame volt az egyik. Jó estét kívánok! A körülményekre való tekintettel minimálisra csökkentjük a sport tartalmat, de természetesen nem maradhat el ezúttal sem. Magyarországról indul jövőre a világ egyik legismertebb és legrangosabb kerékpáros körversenye, a Giro d'Italia. Budapestről rajtol a verseny, és a második, illetve a harmadik szakaszt is Magyarországon rendezik, utána költözik át a mezőny Olaszországba. A Girot a Tour de France-hoz hasonlóan több 10 millió ember követi a televízióban, vagyis megint egy olyan nemzetközi sportesemény házigazdája lesz Magyarország, amelyik segíti a turizmus fejlődését.
Szabó Tünde sportért felelős államtitkár, valamint Paolo Bellino, az RCS Sport ügyvezető igazgatója hétfő délután írta alá a 103. Giro d'Italia budapesti rajtjáról szóló nyilatkozatot. Ezzel hivatalossá vált, hogy a világ három legnagyobb országúti kerékpárversenyének egyike 2020-ban a magyar fővárosból indul. A rajton kívül további két szakaszt rendeznek még Magyarországon, mielőtt a mezőny elutazik Olaszországba. A Giro d'Italia versenyigazgatója elmondta, biztosak abban, hogy Budapest a legmegfelelőbb helyszín a rajtra. Nagyon büszke és boldog vagyok, hogy hivatalosan is bejelenthetjük, hogy Magyarország lesz a helyszíne a 103. Giro d'Italia nagy rajtjának. A tavalyi izraeli rajt után már tudtuk, hogy hamarosan szeretnénk újra Olaszországon kívülről indítani a versenyt, és biztosak vagyunk benne, hogy egy ilyen jelentős és gyönyörű város, mint Budapest a legmegfelelőbb erre, mondta Mauro Vegni. A Giro d'Italiát 1909-ben rendezték meg először, és az azóta eltelt években összesen 13-szor rajtolt a viadal Olaszországon kívül. Legutóbb 2018-ban Izraelben, ahol Magyarországhoz hasonlóan további két szakaszt teljesítettek a versenyzők. A közép-európai régióból viszont most indul először 3 hetes körverseny, ami hatalmas lehetőséget jelent Magyarország számára. A Giro d'Italiát tavaly közel 200 országban közvetítették, és a nézők száma helyszínen meghaladta a 10, a tévénézőké pedig a 800 millió főt. Mentzer Tamás tájékoztatásért és az ország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkár szerint Magyarország újra bebizonyíthatja, hogy minden szempontból sportnemzet. Nekünk is lehetőségünk lesz arra, hogy tévénézők millióinak mutassuk be Magyarországot, mutassuk be a fővárosunkat, más városainkat, településeinket, a magyar tájat. És mindez egy újabb alkalom arra is, hogy bemutassuk azt, hogy mi sportnemzet vagyunk. Sportnemzet vagyunk legalább 3 okból. Először is az eredményeink miatt, aztán sportnemzet vagyunk a szurkolásunk miatt, és sportnemzet vagyunk amiatt is, ahogyan meg tudunk ilyen világeseményeket rendezni. A 3 magyarországi szakasz nem csak sportszakmai, hanem gazdasági szempontból is megtérülő befektetés lehet. Emlékezhetünk a 2017-es vizes világbajnokságra, ahol a versenyek során látványos képeket láthattak a tévénézők Budapestről, ez a szintű figyelem pedig az egész ország turizmusára komoly hatást gyakorolt. A Giro d'Italia rajtja ezen kívül még népszerűbbé teheti a szabadidősportot. A főpolgármester helyettes szerint Budapest rengeteget profitálhat az eseményből. A főváros nem anyagi kötelezettségvállalással, viszont helyszínbiztosítással, a szükséges engedélyek megadásával és természetesen az esemény népszerűsítésével igyekszik minél jobb házigazdája lenni ennek az eseménynek, és hát persze a maga számára a turizmuson keresztül is minél többet profitálni ebből a régióban eddig még nem megrendezett eseményből. A 2020-as Giro d'Italia pontos budapesti rajtját, valamint a további két magyarországi szakaszt várhatóan június végén mutatják be. Az M4 Sport csatorna pedig a jövő évi mellett már az idei versenyt is közvetíti majd. 22:20-kor jövök a szokásos bővebb sportkiadással. Köszönjük szépen!